amit nézni tervezünk, az a Putyin és a Kapzsi gyár tulajdonosok című YouTube videó. Azt kell tudni, hogy bizonyos gyárakban, amelyek bizonyos tulajdonosoknak a kezében vannak, így leállt a termelés. Mert nem fizetődött ki, és így átcsoportosította a tőkét az adott tőkés, ahogyan azt szokták tenni a tőke világában, hogyha valami nem elég nyereséges, vagy elmarad haszon, vagy relatív elmarad haszon van, akkor települnek. És hát Putyin ezt így meghallotta. Hírét vette ennek. És elment Putyin ezekhez a tulajdonosokhoz, és valami irtatlan durva módon lebaszta őket, majd aláíratott velük egy kötelezvényt arról, hogy ez a gyár itt működni fog, és kész. Pusztán csak azért, mert Oroszországban van. Most azt javaslom, hogy azért ezt a videót nézzük meg, érdemes a megtekintésre, milyen módon dominálja le ezeket az embereket. Konkrétan érdemes megnézni a legnagyobb, tehát ezek az ilyen legnagyobb ilyen tőkések a világon, tehát hogy így a világszerte a legnagyobb emberek, a legnagyobb hatalommal a kezükben, és hogy hogyan bánik velük a Putyin. Vladimir Putin strode into town. Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Unlike Medvedev, Putin confronted the factory owners. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договориться между собой не смогут, то единый комплекс все равно будет восстановлен. В том или в другом виде, то это будет сделано без вас. He demanded the owners, including billionaire Oleg Deripaska, sign an undertaking to restart the factories. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу, ваши подписи, идите, пишите. Идите ко мне. Да, договор. Classic Putin. But if a country as big as Russia needed a personal visit from the boss to get one factory back to work, then it was in serious trouble. Ez szimpi volt. Nekem szimpi volt. Ez az igazi komcsi tempó volt. Hát ez a klasszikus, de tényleg ez valami fantasztikus, ahogyan így erőből lenyomta őket. Így merő tekintélyből és erőből. És az a Deripaska, aki aláírta, az hát a Forbes magazin szerint a 135. leggazdagabb ember a világon, de, tehát hivatalosan, de vannak olyan magazinok, amelyek így a reálisat mérik, tehát azt, ami valójában az övé, nem csak a bevallott vagyon, és az alapján meg a 8. leggazdagabb ember a világon. Ehhez képest bazd meg, egy kurva tollat el akar tenni, érted semmi. Nem, hát tudod, hogy mi a különbsége között a megállapodás, meg a paksi megállapodás között? Az, hogy Orbán megtarthatta a tollat. Ja. Nem biztos. De, szerintem simán. És az azért úgy tök jó, nem? Általában nagyon fontos pillanatokban így aláírsz, amit akkor általában így megtartod a tollat. Tehát, hogy így szokták ma mondani, hogy igazából a Kovács László soha nem lett miniszterelnök, mert ő igazából nem a miniszterelnöki címre hajtott, hanem hogy az EU csatlakozásnál azt a tollat ő elrakja. Tehát, hogy ő neki így igazából ez volt a víziója, és ez végül is így összejött, mert mint külügyminiszter ő ratifikálta az EU csatlakozást, és így megkapta a tollat. Ez persze többet, tehát hogy ezek azért egy fokkal szofisztikáltabb ambíciók, mint amilyenek a miniszterelnökség iránti ambíciók legalábbis. Régen volt ölelés és szájra puszi is, bocs, még a Brezsnyev idején, meg ezért korábban. De az, hogyha hogyan vágja zsebre ezeket az embereket, ez a Putyin,
az azért annyira, annyira durva, tehát, hogy így a járnak újra kell indulnia, vagy így, vagy úgy. Akkor ezért volt ilyen népszerű Oroszországban. Most én erről a putyini rendszerről így kb. Azt gondolom, hogy ez olyan, mint a Mussolini féle rendszer. Ez nagyon-nagyon hasonló a Mussolini féle rendszerhez. Szinte úgy, tehát azt tudom mondani, hogy a mai relációban körülbelül a putyini rendszer meg a Mussolini féle rendszer megfelel meg. Néhány újságíró, túl magas lesz a fehérvérsejt száma, mert a zsebébe beleejtettek valami hasadó anyagot, meg leesik a lift alattad, és akkor kicsit eltöröd magad. És akkor ezek, egy pár ilyen dolog történik, de nem az a vérengző terror, ha érthető, hanem erős állami szerepvállalás, mindeközben ilyen nagyon nagyfokú populizmus, nacionalista retorika, agresszív külpolitika, és tehát én nem is nagyon látom a különbséget a putyini rendszer meg a Mussolini féle rendszer között. És a putyini rendszer, és így mindenki így imádja meg, isteníti a Putyint, hogy az micsoda egy vezető, meg milyen kurva jól csinálja, holott mindent az olajárak meg a gázárak meredek emelkedésének köszönhet. Az egészet. Azt igaz, hogy azt nem bassza el. De hogy ez az egész, tehát hogy ez a modell ez tényleg működik, hogyha nincs a segged alatt végtelen mennyiségű, kiapadhatatlan mennyiségű olaj és földgáz. Tényleg működik? Most ez elsősorban az Orbánra vonatkozik, mert bár az Orbán rendszer azért nem tart itt. Tehát nem tartott, ahol a Putyin, és nem tartott, ahol a Mussolini. Ami szerintem nem ugyanaz a hely. De legalábbis így tart arra felé. Azért még nem hallnak meg újságírók, tehát azért ilyenek még nincsenek. Tehát azért erről nincsen. Meg kéne kérdezni a ruszkikat, hogy mit tudom, Putyinnak az oknia az a moszkvai, mit tudom én, Tretyakov képtárba belkerült-e keretbe, vagy mit tudom én, az igazság, Putyin dácsája mellett van-e, gladiátor stadion, vagy ezeket a dolgokat. Nem, mert a Putyin ennél az az igazság, hogy a Putyin személy szerint ennél úri emberebb. A Putyin az igazság, hogy a Putyin az puritán. Az tök puritán. Tehát az nem ilyen... Ceausescu. Hát vagy amilyen az a fehér orosz elnök volt, bazd meg, akinek aranyból volt a WC keféje. Ukrán elnök, jaj. Janukovics. De fehér Oroszországban is vannak ugyanilyenek. Tehát, hogy így, nem, puritán az... De szovjet Közép-Ázsiában ezt nem nagyon sok... Ott igen, Kazasztán persze, a Türkmenisztán aranyszoborral a Türkmenbasiról. Régen ő volt a ottani akármi MSZNP, KBP, hát a türkmén megfelelője ott a pártfőtitkár, aztán ő lett az örökös elnök, és aranyszobra lett neki. Rendes, szín aranyszobor, bazd meg. Úgyhogy... Azt hogy nem lopják el? Érted? Azért, megmondom őszintén, a paksi megállapodás, meg ez a russzofília, ami kezd itt kialakulni, tehát így a Orbánnak ez a Oroszország felé való, hogy is mondjam, mindenkinek konvergálása, divergálása, vagy ez orientációja, ez annyiban biztató, pont ez miatt, amit te mondtál, mert igazából az igazi Orbán, az Azerbajdzsán, meg Türkmenisztán, meg mit tudom én ezek, és ilyen értelemben Oroszország az európaibb és finomabb és szofisztikáltabb, mint úgy egyébként az orbáni ízlésvilág, legalábbis azok alapján, ami eddig így bejött. De az igazság, hogy az Orbán, hogy mondjam, az így a sötét része a dolognak az ott kezdődik. Én egyáltalán nem bánom, hogy normál, hogy stadionépítés van. Például. Most, hogy és miért nem? Azért nem. A Juventus úgyse fogják mindenhova meghívni. Nem. Azért nem bánom, hogy stadionépítés van, mert nézed meg azt a filmet, aminek a Clint Eastwood a rendezője, és az a címe, hogy Invictus, a legyőzhetetlen. És a Nelson Mandeláról szól, hogy ő, mint elnök, milyen politikát folytatott. És hogy abban milyen szerepet kapott ott akkor Dél-Afrikában a rögbi. Mindegy. Ez egy tök bonyolult dolog. Az a lényeg, hogy szét van szakadva a nemzet, és az Orbán a nemzetet egyesíteni akarja. A focin keresztül.
Nincs olyan sok dolog, amin keresztül ezt a nemzetet még egyesíteni lehet. Az az igazság. De nem, de figyelj. A foci még olyan. Várjál. A foci az így kurzusok fölött van. De miért nem azokat a sportokat támogatja, amik úgy mennének is, meg hogy is mondjam, tehetségeink vannak. Tehetségeink vannak. Mikben vannak tehetségeink? Olyan sportágakban, amiket négy ember néz meg, bazd meg, és abból kettő rokon. Olyan sportágakban vannak nekünk tehetségeink. Az úszás az ilyen. Ja, például az úszás az ilyen. Ki a faszt érdekel az úszás? Négy évenként egy olimpián maximum. Vízilabda, meg ezek, persze. De, és kit érdekel a vízilabda? Hány ember néz vízilabdát? De tényleg, ezekben öt tusa. Ki jár öt tusát nézni? Ja, a Balcó, mekkora köcsög volt, baszd. Anélkül, hogy elment volna focizni. Ezek a magyar sikersportágak, ez arról szól, hogy a rendszer legitimálni akarta magát ezekkel az aranyérmekkel. És ezekkel az aranyérmekkel a rendszer is azzal, hogy ezekben a sportágakban, ahol így kicsi volt a konkurencia, oda termelte. Mint ebbennek az NDK volt egyébként a csúcsa, ami Magyarországon volt, az nem volt még olyan szintű, mint az NDK. Na jó, de ott férfiakat tenyésztettek a nőkből is, tehát ez köztudat, tehát kinőtt a faszok, meg bajuszok, meg szakálok, meg minden. Persze az első hat helyezettet mindig egy NDK-s kapta meg az úszásba, ez köztudat, de figyelj, Robi, azért ne haragudj, de nevetség, és most tényleg ez nem trókodás. Várjál. Stadionokról még annyi. A foci. Hogy Magyarországon tragikus állapotban vannak ezek a stadionok. Tehát tényleg tragikus állapotban vannak. És ez normális, tehát hogy mondjam, Nekem ez nem fáj, tehát nekem ez nem fáj, mert én jártam meccsekre, és tudom, hogy így milyen futballszurkolónak lenni, és ázsiai körülmények között van vannak ezek a stadionok, meg vannak ezek a labdarúgópályák. És hogy ezt rendbe hozzák, ez ilyen sötét demagógia lenne azt mondani, hogy lélegeztetőgépre, ahol kéne az a pénz. De nekem az viszont már nevetséges, hogy az Orbán Viktornak a szülőfalujába felépítenek egy akkora stadiont, amekkora a három szomszédos falu együttvéve, baszki, ha mindenki eljön, de a csecsemőktől az öregekig, akkor sem telik meg. És ott van az ablaka alatt. Ceaușescu megelégedett egy jeges medvével, baszd meg, amit odahoztak, és ott levadázta. Ennek meg egy stadiont hoznak oda, baszd meg. De ez nem arról szól, hogy olyan nagy a stadion, hanem hogy annyira kicsik a falvak. Ez egy külön nagy falu. Azért férnek be bőven. Minden faluba egy stadion. 10 falu építjön egy stadion. Szent Orbán. Jogja, mondja meg vala. Valamit az úriember akart itt mondani, te jobban tudod a stadiont? Ceaușescu-nak a szülőfalujában volt stadion, megvan mai napig is, és egészen a rendszer bukásáig az ottani csapat NB1-ben szerepelt. Abban a pillanatban, hogy megbukott a rendszer, kihullott a csapat az NB1-ből, és jelenleg NB4-es meccseket rendeznek a stadionban, és szét van rohadva az egész. Tehát ilyen szükséglakások vannak. Románia előttünk jár időben, mert valószínűleg ez fog itt is bekövetkezni. Az Atletico Madrid az most jelenleg bajnok esélyes, meg bajnokok ligája elődöntős is. Amikor ez legutóbb megtörtént, az Atletico Madridnak az elnöke, akit úgy hívtak, hogy Jesus Hill, Jézusnak hívták a csávót, tehát az volt a keresztneve, hogy Jézus. Bocs, és Spanyolországban... Gyerekednek adni egy ilyen keresztnevet, hogy Jézus. Az Adolf is durva, de hát Kósel Adolf mondjuk olyan van. De Jézus, az így van pofád azon, hogy kolompár Jézus. Spanyolországban divat, ott egy csomó meg Latin Amerikában, ott a Jézus az olyan, mint a Jóska, bazd meg. Hát igen. És akkor amikor agyonlövik, bazd meg a kokainos csávot, Jézus, bazd meg, és agyonlövi a Jézus. De ott Jézusnak van köztéri szobra. Tehát, hogy az más ízés. Sztár. A Jézus a sztár. De az vajon miért van, hogy Európában például a legnagyobb, a kereszténység legnagyobb templomát, azt úgy hívják, hogy Szent Péter katedrális, mondjuk, na az most nem sokára majd a Sagrada Familia lesz, de az még 12 évet várni kell. Hanem mondjuk úgy hívod, hogy Szent Péter katedrális, és nem úgy hívod, hogy Jézus katedrális. Miért nincs Jézusnak köztéri szobra Európában? Van. Minden falu határán ott van, bazd meg, a feszület. Még egyébként a Mátyás tér mellett is van, egyszer láttam egy kurvát, basszátok meg, végig megy, de ilyen nyitott cici minden, és ilyen keresztet vetett. És annyira megható volt, tehát ilyen tényleg. Na, visszatérve... Jó, de akkora. Tehát... Ismered a sztorit? A Gábor Áron, a híres Gábor Áron, tudjátok, a rézágyúja, annak a dédunokája, az részt vett egy ilyen antifasiszta ellenállásba.
Ugye a régi székely nemesi, kisnemesi családról van szó, és elkapta őt a gestapó. 1944, ez már megszállás után volt, voltak ilyen kis körül, mindegy, ilyen kis ellenállás. És akkor elkapták, és akkor így kérdezi a gestapós tőle, hogy neve? Gábor Áron. Zsidó maga, ugye? Nem, hát akkor hogy hívhatják Áronnak? Hát nálunk székelyeknél ilyen bibliai neveket adnak, nagyon sok a Mózes, az Áron, és akkor hogy hívják maguknál a zsidókat? Adolf, Herman, megtörtént sztori. Na, stadion. Tehát te ezt jónak tartod az Orbánnál, kivéve azt, hogy ízléstelenül én értem, hogy mit akar ezzel. Én értem, hogy az Orbán mit akar ezzel, és az Orbán az jót akar ezzel. Akar egy olyan élményt, mondjuk egy olyan katarzist, hogy kijutunk egy, mit tudom én, egy Európa-bajnokságra, ahol így esetleg tovább jutunk a csoportból, és az így összekovácsolja az országot újra. Tehát, hogy így keresi a nyelv, keresi az ország szívéhez a kulcsot. És szerintem egyébként nem keresi rossz helyen ezzel a foci dologgal. És szerintem ebben például semmi gáz nincsen. Tehát épp elég szarsága van az Orbán Viktornak ahhoz, hogy na a stadionok, tehát hogy folyton a stadionokat hallgatom, a felcsúti stadion az tényleg ilyen szovjet közép-ázsiai sztori. De hát ez, hogy a táskája a múzeumban van kiállítva, ez komoly? Ez komoly? Na ez annyira türkmén basi. Kazasztán, tehát egy... Bocs, hogy egy kis szemrányás következik, de amikor itt egyszer, emlékszem, fél órán keresztül mondtad annak a köcsök faszkalapnak, hogy hívják 5. kerület. Nem, én nem mondtam, nem a köcsök faszkalap, hanem a Rogán Antal, polgármester úr, a Puzsér szitta őt, én nem, hogy milyen ízléstelen volt szerinte az a blikkes szobor, és hogy ellene kellene valamit tenni, szerintem nem, mert az szép szobor, de minden esetre ott előkerült ez, és akkor emlékszem, azt mondja a Robi, hogy de ez a Rogán, nem a Fidesz, a Rogán, és most úgy tűnik, hogy azért, hát a faszom se tudja, de talán nem biztos, hogy kizárólag ez a Rogán Tóni, hanem úgy egy pártra jellemző, ami most kétharmadot kapott megint a derék magyar néptől, és most erre nem érve az, hogy mert a másikok milyenek, én a másikokra egyébként soha nem szavaztam. A Rogán az sokkal rosszabb, mint a Fidesz átlaga. Várjál, hát gulyásleves illatot. Eszik itt valaki gulyáslevest? Isten bizony valamilyen izét. Bazd meg, ez már tiszta Orbán. Miniszterelnök úr, adna abból a jó kis magyar gulyásból nekünk. Most leállt egy kicsit, leálltunk egy kicsit, nem baj, nem még, baj, lesz nem baj. Még lesz idő. Orbán beszédeket beteszünk? Ó, hát figyelj. De vigyázálásból. Az a fantasztikus, azt megfigyelni, ahogyan a Habony Árpád előregítette a Fideszt. A Fidesz az egy fiatalos párt volt, nem csak az egész 90-es években. Fiatal demokraták igen. Szövetsége. Igen, igen. És fiatalok voltak a szavazói. 2002-es választásokon az összes fiatalt besöpörték. Tehát, hogy így olyan hatékonyan tudták megszólítani a fiatalokat. Robit, az első választáson kire szavaztál? 90-ben? Aha. Én az MDF-re. Én a Fideszre. Egyébként. Na, szóval... ami azt illeti, mert az anyámmal együtt bementünk a szavazófülkébe, és az anyám átruházta rám a szavazatát, és én szavaztam helyette. Így történt valóban 16 évesen, én szavaztam anyám helyett 90-ben, igen. Szóval... Elvitte a volt feleségem a kislányomat most szavazni. Flóra X-elt be. A Fideszt, természetesen. A jövő. De itt még azért ott tartunk, hogy te mondod meg neki, hogy hova. Hát itt te mutatod meg. De nem én az, nem hogy kislányom, volt. Tényleg szavazzál fasszal, vagy ahogy akarsz. Én akkor a pártházba voltam aznap este. A pártház. Már a Fidesz pártházba, természetesen. Szóval... Szóval jött Habony Árpád, és
És rájött arra, vagy hát így rávezette Orbán Viktort is arra, hogy ebben az országban, ahonnan a nyuggerek, ahonnan a fiatalok folyamatosan vándorolnak ki, és folyamatosan öregszik el az egész társadalom, és ilyen folyamatos nyuggeruralom van, ebben az országban a nyuggereknek a megnyerése nélkül nem lehet. Veszett nem lehet, nem lehet megnyerni a választást, hanem egyszerűen nem elég legyőzni az MSZP-t, hanem a szavazóinak egy jó részét is meg kell szerezni. Tehát, hogy az MSZP-t nem lehet majd úgy legyőzni, hogy ti azok maradtok, akik most vagytok, és majd erősebbek lesznek, vagy többen lesznek, mert nem lesznek többen. Hanem egyszerűen úgy lehet legyőzni, hogy szavazókat szereztek tőlük. És ténylegesen ez alatt a 4 év alatt, tehát úgy, hogy a Fidesz elveszítette egy csomó szavazatot, ugye a hányat? 700 ezer szavazatot elveszített a Fidesz. Ezek, háromszor annyit nyert vissza? Mivel az öregek többen vannak, mint a fiatalok. Nem. Ezek a fiatalok, de ezek a fiatalok a Jobbikhoz mentek át. Aha. Plusz az MSZP szavazóknak a kelet-magyarországi része. Az egy-egyben a Jobbikhoz. Az is átment. És azoknak valahogy kimaradt a Fidesz. Tehát azok sose lettek fideszesek. Gyűlölték az Orbán Viktort, mint a szart, és egy ideig a Hongyulára szavaztak, meg a Medgyesire szavaztak, aztán meg már a Vona Gáborra szavaznak. A lényeg, hogy az Orbánra ők nem tudnak. Tehát, hogy ők egyszerűen ott Kelet-Magyarországon ők képtelenek az Orbán Viktorra szavazni, nekik a Vona Gábor is megfelel, meg a Medgyesi is, meg a Hongyula is. Köszönik. De ezen volt egy vitám most nemrég a Facebookon, amikor volt ez a Schiffer botrány. Nem tudom, hallottatok-e róla, Kálmán Olga versus Schiffer András, és akkor ennek rakjuk kapcsán... Rakjuk be, ki látta? Hát, ki nem látta? Berakjuk? Hát na. Jó, rakjuk be, utána megtárgyaljuk. Kálmán Szolga az olyan karakter öngyilkosságot követel, szemetek láttára mindjárt látni fogjátok. Idézek önöknek egy levélből. Ez a levél 2014, tehát idén, február 19-én kelt, Orbán Viktor miniszterelnök írta, saját kezüleg írta alá, és csak egy bekezdés, a Szabadság téri II. Világháborús emlékműről van szó, és a Mazsihisz elnökének írta. Belátom, hogy a mostani pillanat aligha alkalmas arra, hogy együttérzéssel és higgadtan mondhassuk el véleményünket egymásnak. Az a veszély fenyeget, hogy a legnagyobb jó szándék mellett sem halljuk meg egymás hangját. Ezért azt javaslom, hogy a párbeszédet a mindannyiunk számára megújulást hozó húsvéti ünnepek után folytassuk. Munkacsoportjaink, ha lehetséges, addig is folytassák a munkát. Én nem hallottam, hogy tegnap húsvét lett volna, és mondjuk egy nap alatt vége lett a húsvétnak, meg a munkacsoportok is lefolytatták a párbeszédet. Szóval, hogy párbeszéd nélkül, húsvét előtt, választások után, 2 nappal egyszer csak a semmiből felbukkantak a munkások, és elkezdték építeni a Szabadság téren a II. Világháborús náci megszállás emlékművét, ami a kormány álláspontja szerint az áldozatok emlékének szól, és nagyon sokan mások véleménye szerint pedig pont az áldozatok emlékét sérti. Demonstráció van a Szabadság téren ezekben a percekben is. Pifer András a vendégem, jó estét kívánok! Mert hogy persze lesz választási eredmény, tehát ez az alaptémánk, amiben hívtuk ma vendégségbe, de hát nem hagyhatom szó nélkül, hogy ne kérjem ki a véleményét. Mit szól mindahhoz, ami történt a Szabadság téren? Semmit. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországnak vannak súlyos problémái, és az ellenzék jobban teszi, hogyha tanul a választási eredményből, és azokkal a problémákkal foglalkozik, ami ma például a szélsőjobb térnyeréséhez vezet. Ezt gondolom erről. Azt gondolom, hogy egyfelől van az országnak rendkívül piti Áner kormánya, amelyik legalább a levélben leírt szavaihoz akár hűséges is maradhatna, és főleg a szimbolikus küzdelmekben talán megkísérelhetne valamiféle konszenzus kialakítani, és talán a szimbolikus kérdésekben nem az erő, legyen legalább ez az egyetlen terület, ahol nem az erő nyelvén próbál meg kommunikálni. De akkor miért mondta az előbb, hogy semmit? Így kezdte a választ, hogy semmit. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb van egy ellenzéki párt számára, hogy levonja a választási eredményeknek a tanulságait. Értem a választási eredmények tanulságai alatt azt, hogy mi okozza
azt, hogy ilyen 4 év után 400 000-rel kevesebben mennek el szavazni, és ilyen 4 év után is a Jobbik az a párt, amelyik szavazatnövekedést elkönyvelhet. A politikusoknak valóban tanulniuk kell egy választási vereségből, egy választási nyereségből is, a választási eredményből értékeljék is, de azt a választ nem fogadom el egy politikustól, hogy ez a legfontosabb dolga ma, és nem az, hogy például azzal is foglalkozzon sok más fontos dolga mellett, hogy bizony több százezer hozzátartozó, túlélő azok hozzátartozóinak a lelkét sértik meg azáltal, hogy ők valami, nem is tudom kicsodák ebben a történetben, van a szegény, ártatlan Magyarország Gábriel Arkangyal képében, akit csak a külföld, a nagy sas, a nagy hatalom kényszerített arra, amire kényszerített, hol vannak itt az áldozatok. A két elkövetőnek állítunk emlékművet, és nem az áldozatoknak. És egy politikus erre azt mondja, hogy nem ezzel kell most foglalkozni. Ezt én nem értem. Ne haragudjon, én is a túlélők leszármazottja vagyok. És nem gondolom azt, hogy ma Magyarországon, és nem gondolom azt, hogy ma Magyarországon valamiféle nemzeti egyetértésnek a kialakítását az szolgálja, hogyha a pártok gyakorlatilag egy permanens kampányban folyamatosan a történelemkönyvekben szórakoznak. Nekem van egy nagyon kemény véleményem arról, amit a kormány tett ebben ennek az emlékműnek az ügyében. Ugyanakkor az a handabandázás, hogy itt nem tudom, holokauszt tagadása, nem tudom, miről beszéltek itt a kormány emlékmű állítása kapcsán, ez egészen elképesztő. Tehát egy kicsit vissza kéne reszkedni a földre. A kormánynak a húzását az ember elteszi oda-amoda, és súlyozni kéne. Lehet ezt csinálni? Tehát morálisan persze lehet bőven igazolást találni arra, hogy egy ilyen nagy zakó után miért kell továbbra is ugyanazokat a köröket futni, ami ehhez a zakóhoz, meg a korábbi zakóhoz vezetett. Miért? Én aláírom. Például a tiltakozás, az emlékmű megépítés elleni tiltakozás is a zakóhoz vezetett? Nézze, az, hogy az alkotmányos ellenzéknek, vagy az alkotmányos ellenzék, hogy mondjam, a médiában felülreprezentált szereplőinek, az évkészletében, vagy az általuk fölkínált megoldásokban, úgymond a média helyzettel, meg a 20. századi magyar múlt boncolgatás az mondjuk előbbre való volt, mint mondjuk a munkahelyteremtés, vagy a földosztás, az bizony benne van ebben a választási eredményben ez a helyzet. De már nincs igaza. Nincs előbbre való hír. Az aznapi híradóban, az aznap történtek alapján lehet előbbre való egy aznap, például a szabadságtéri emlékmű mégiscsak megépítésének az elkezdése. Az lehet előbbre az a hír, mint mondjuk egy munkahelyteremtés, vagy annak elmaradása. Most másról beszél. Én nem a szerkesztőket de bíráltam. Ez befolyásolja azt, hogy mi az, ami uralja a híreket, a hírfolyamokat, és akkor az napi közbeszédet. De ez nem rendeli egyiket sem a másik alá fontossági sorrendben. Na, akkor még egyszer fussunk neki. Az a helyzet, hogy azok, akik próbáltak egyeduralkodók lenni ellenzéki térfélen az elmúlt 3-4 évben, gyakorlatilag egyetlen ajánlatot tettek le a választópolgárok asztalára, hogy mi nem Orbán Viktor vagyunk. Ezen kívül pedig ugyanazokat a köröket futottuk, mint 25 éve, az egyik oldal fasiszta, a másik oldal kommunista. Ebből egyre több embernek elege van ebben az országban, ez a helyzet. De nem ilyen egyszerű a képlet. Most pont azt akarja mondani, hogy itt valami leegyszerűsített üzeneteket küldtek nagyon sokan ellenzéki politikusként, és most ön egyszerűsíti le a helyzetet. Nem lehet azt mondani, hogy sokkal fontosabb a munkahelyteremtés, ezért kicsivel, vagy nem tudom mennyivel kevesebbet beszéljünk arról, hogy mi az, hogy milyen emlékművet építenek, állítólag az áldozatok emlékműnek. Nem lehet a kettőt összehasonlítani. Próbálom akkor még egyszer világosan tenni az álláspontomat. Magának, hogy mondjam, én nem vagyok, az esztétikai minőségét azt gondolom, hogy nem tisztem megítélni, nem értek hozzá. Magával a koncepcióval azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nem értek egyet, és főként az eljárással, ahogyan ezt erőből próbálja meg Orbán Viktor megvalósítani, ezt mélyen megvetendőnek tartom. Ez a dolog egyik része. Viszont az a hisztéria, ami keletkezett, azt gondolom, hogy mélyen túlméretezett. Ez a helyzet. Ez egy hisztéria? Egy túlméretezett hisztéria? Így van. Nézze, sok minden miatt egyébként lehet bírálni okkal az emlékezet politikáját az Orbán rezsimnek. Ezt az emlékművet is. Viszont úgy beállítani, hogy az, aki március 19-e kapcsán emlékművet állít, az gyakorlatilag már a fasisztákkal árul egyékenyen. Tehát azért ne haragudjon, de ez enyhe túlzás. Főleg akkor enyhe túlzás, amikor március 19-éről maga a hitközség is megemlékezik.
Mondom még egyszer, az emlékműnek a koncepcióját elhibázottnak, tévesnek gondolom. Az a mód, ahogyan ezt a kormány megpróbálja keresztülverni, ez pontosan a provokáció és pontosan az indulatok folyamatos föllobbantására jó. Ezért mondom azt, hogy ezt a körforgást, ezt jó lenne abba hagyni mindkét oldalon. Mert egy túlméretezett hisztéria, ahogyan fogalmazott. Azzal ugye tisztában van, hogy itt nem művészeti ízlésbeli kérdésről van szó. Természetesen. Én sem arról beszéltem. Azt mondtam önnek, hogy nem is tartom magamat autentikusnak, hogy művészeti ízlésbeli kérdésekben véleményt formáljak. Hát, szerintem akkor ezt így befejeztük a mai napi aktuális politikáról való beszélgetést, és akkor nézzük az LMP-nek a sorsát és jövőjét. Legalább ezt egy fontos kérdés, a véleményét legalább megtudtuk. Az ön véleményét, vagy az LMP-jét, nem tudom. Inkább azt remélem, hogy csak az önét. Akkor, ezt remélték már sokszor olyan önök az elmúlt 4 évben. Hogy ez csak az ön személyes véleménye? Persze. Kire mérges? Rám? Mindenkire? Én nem vagyok mérges, miért lennék de, mérges. De látom, feszült és de, mérges. Ne, egyáltalán nem. Az ellenzéki kollégáira, politikus kollégáira, a sajtóra, személyesen rám. Nem én. Hát iszonyatosan látom, hogy feszült, haragszik. Nem, igaz, látom. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Hát az tény, tehát nem is kell, hogy elfogadja a véleményet, egyszerűen látom, de nem csak én látom, mindenki eldönti majd, hogy mit lát. Na, szóval, hogy most fontos dolgot megtudtunk, akkor nem csak Siffer András véleményéről, hanem az LMP véleményéről. És ha egyszer kiáll a Jobbik, és azt mondja, hogy a második világháborús emlékmű körül kialakult vita az egy túlméretezett hiszti, akkor felteszi a kezét, és azt mondja, hogy én is azt mondtam, egyetértek a Jobbikkal? Nem gondolom, hogy ebben a kérdésben én valaha ugyanazt fogom mondani, mint amit a Jobbik. Az előbb ugyanazt mondta. Nem ezt mond, nem egészen a Jobbik szerint is ez egy hiszti. Ne haragudjon, ezt vissza kell, hogy utasítsam, a Jobbiknak egészen meredek állításai vannak egyáltalán, nem csak a magyar, nem egyszerűen a magyar múltan, mondjuk konkrétan a holokauszttal kapcsolatban. Ön is, ez megint más kérdés, de ön nem azt más mondta, kérdés, ne haragudjon, nem más kérdés. Sokkal súlyosabb kérdés magának a holokausznak a megítélése, tagadása, de az, hogy az emlékmű körül kialakult vita ön szerint egy túlméretezett hiszti, ebben bizony a Jobbiknak a véleményét kérdezem, hogy osztja-e, mert ők is mondtak már hasonlót, hogy ez egy hisztéria. Ne haragudjon. Őszintén szóval nem tudom, hogy a Jobbiknak pontosan az emlékmű kapcsán mi a véleménye, lehet, hogy nem hiszi el. Én az elmúlt hónapokat nem azzal töltöttem, hogy az emlékmű körüli cirkuszban elemezgetem a különböző pártoknak a véleményét. Számomra egyébként feltűnő volt, nyilván nem véletlen, hogy a Jobbik nem nagyon tudott ebben, legalábbis számomra értelmezhető álláspontot kialakítani ebben a kérdésben. Hiszti, cirkusz. Az előbb kikérte magának, hogy ön is hozzátartozó. Mit gondolnak azok az emberek? Saját magáról tudja, hogy mit gondol. De tehát akiket annyinak tekintenek ebbe az országba, hogy próbálják azt elhitetni, hogy ami veled, az anyáddal, a nagyanyáddal, a testvéreddel, a nem tudom kiddel történt, az bizony egy csúnya, nagy, gonosz külföldi hatalomnak a hibája, és itt Magyarországon meg mindenki csak le volt igázva, és senki nem volt cinkos ennek. Az emlékmű üzenete ez. És ezért érzik sértve magukat azok, akik túlélők. Én egy dolgot tudok önnek elmondani. Az én dédanyámat a nagyapám nővérével együtt májusban, illetve júniusban deportálták. Az én nagyanyámat októberben deportálták. A nagyapámnak a családját Miskolcról, Hajdúságból nyáron deportálták. Ezért nem értem azt, hogy hogy lehet ezt a munkahely teremtéssel, annak kérdésével összehasonlítani. Hogy még lehet? Még egyszer próbálom akkor elmondani, én nagyon megkérem, hogy ne csúsztasson. Nem a holokauszt emlékének a megőrzését hasonlította a munkahely teremtésen, ezt kikérem magamnak, nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy az emlékmű körüli cirkusz túl van méretezve. Azért van túl méretezve, mert miközben a koncepcióját én mélységesen elítélem, azt gondolom, hogy nem gondolom azt, hogy túlépett volna olyan határokat, ami egyébként ezt a méretű felháborodást indokolná. Ennyit állítottam, nem többet. Jól van, megértettem. Én azt hittem, hogy egy felszabadult Vidám a pártját, éppen hogy a parlamentben, de mégiscsak bevezető pártvezetővel lesz ma dolgom, de nem is sikerült. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Na hát ugye ez az a híres cucc. Nagyon sok minden van ennek kapcsán. Robival nekünk van egy forgatókönyvünk,
egy filmforgatókönyv, amit 2008-ban kezdtünk el írni a Puzsérnak a hát, filmnovellája alapján, és ott van egy párbeszéd, ahol gyakorlatilag szó szerint ezt már megírjuk. Tehát, ez... Igen. Mi történik itt a szemünk láttára? Kálmán Olga nem ért egyet a Schifferrel. De ezt ő nem tudja azt mondani, hogy értem az álláspontját, nem biztos, hogy én egyetértek önnel, maximum mondjuk mond ennyit, és akkor így lépjünk tovább. Hát így nem. Ő nem ért egyet, és megjátsza, hogy nem érti. Nem érti ezt, hogy ez hogyan? És így forgatja a szemét, de így kifogyott minden érv alóla, és így semmi más nincs, mint a gyalázat. A gyalázat, hogy Magyarország felépít egy megszállási emlékművet arról, hogy a németek is megszállták, vagy nem csak a ruszkik, hanem a németek is megszállták Magyarországot. Ami ténykérdés, hogy a németek megszállták Magyarországot. Vegyük alapul, hogy más ne vegyünk alapul az ötödik pecsétet, amit a Sánta Ferenc írt, és a Fábri Zoltán filmesített meg, és a legnagyobb magyar film valaha. Az nem arról szól, hogy volt négy kisember Magyarországon, egyik sem volt különösebben zsidó, megszállták az országot a németek, hatalomra kerültek a nyilasok, és ezeket eltaposták. Most akkor ne állítsunk emlékművet, baszki, annak, hogy az országot megszállták a németek, és ezzel kapcsolatban nem lehet... Mert most így holokauszt relativizáló náci emlékmény náci kormánytól. Na, de most komolyan, tehát, hogy így az, hogy önmagában, hogy megszállták az országot, ez így holokausztól, hogy mondjam, ez csak a holokauszton keresztül lehet értelmezni, és csak úgy szabad hozzányúlni, vagy hozzászólni? Csak. Miért? Mert régen a munkásmozgalmon keresztül értelmezték, most a holokauszton keresztül értelmezték, kell lenni mindig egy olyan fő narratívának. Pontnak, fő narratívának, amin keresztül. Tehát 40 éven keresztül, figyelj, csupa munkásmozgalmi mártír gyártott az ország, akik harcoltak a fasiszta, gonosz, náci megszállók és nyilas, hortista, Bérenc csatlósaik ellen. Ez idejét múlta. Most a holokauszt, most az a fő narratíva, más narratíva nincs, hát most érted. És ez ahogy forgatja a szemét a hogy hát ezt egyszerűen nem is, én nem érti, hát ez hogyan mondhatja. Tehát, hogy, és ebben így benne van az, hogy mondjam. Az SZDSZ van benne, bazd meg. Ez ilyen ördögi butaság. Ez, majd mindjárt mutatunk még jobb példákat az ördögi butaságra. Létezik az ördögi butaság, így egyébként majd az igazi butaságról, arról írt maga meg is keresem. Márai is. Ne ott keresd meg, majd én megkeresem és felolvasom. A Demcsákot? Ja, a Demcsákot? Azt hittem a Demcsákot. Ne. Akkor. Beszéljünk már egy kicsit még erről Kálmán szolgáról. Jó. Egyébként az a poén, hogy én kurvára nem vagyok politikailag a Kálmán Olgának az oldalán, mert én sose voltam a ballib tábor oldalán, de én egy tehetséges csajnak tartottam idáig. Most lenullázta magát. Figyelj, ez az egész, ez arról szól, hogy már ő sem tudja, hogy... Tehát ő arról beszél, hogy az áldozatoknak fáj az, hogy milyen hogy bánnak az áldozatokkal, és mennyire fáj az áldozatoknak az, hogy egy megszállási emlékművet raknak ki, ahol a német birodalmi sas az így rászáll a Gábriel arkangyalra, vagy így elragadja, vagy valami ilyesmit csinál. És ez sérti a hazai zsidóságot, de az nem sérti, hogy politikai célokra használják fel ők a magyarországi zsidóságot és azokat a túlélőket pont úgy. Folyamatosan riogatják őket. 20 éven keresztül riogatták őket, amíg aztán ki nem termelődött, mert ebből az egészből a Jobbik. De komolyan, addig riogatták őket, hát hol volt a miép ehhez képest? De nem, hogy a miép. Hát emlékszünk mi Király B. Izabellára. Én emlékszek. Meg... Együtt jártam vele a Hunnia körbe még. Aztán letartóztatták, mert Saddam Husseinnel is fölvette a kapcsolatot. Király B. Izabella is volt mellette mindig két ilyen skinhead gyerek. Hárman voltak mindig. Azok kurták. És, ő, és, a, és, az, és, az,
mert havas herik az egész országot így félelembe kergett. Tehát annak a korszaknak is megvoltak a vojitrütkói. És a húsevő vírus az meg akkor éppen a királybé Izabella volt. De jó, és azért ritka hülye picsa volt. Ettől volt egy hülye, picsa parlamenti képviselő, és ebből ilyen náci veszélyt duzzasztottak. Komolyan! Ténylegesen ez történt. De ez kurva szomorú, mert most a Jobbik már tényleg 21%. A Szabó Alberttel ugyanezt megcsinálták. Volt 8 embere, futballcsapat, tudod. De tényleg nem tudtak jelenteni, nem volt olyan rendezvényük, ahol ilyen 13-nál többen lettek volna. És így az egész magyar közéletet juralta a téma. Így folyamatosan föntartották. Tulajdonképpen, ahogy most történik, az, hogy így beszűkült a balliberális mező. Péter és a farkas. Gazdasági mező. A médiatér mondjuk milyen szinten beszűkült. Tehát mondjuk a HVG-n, a 444-en, politikai ATV, azt számolom, Népszabadság, mondjuk így. De összemosol két dolgot. A 444, az Index, az Origo, ezek, az kurvára röhelli ezt a régi SZDSZ. Az Indexet már, már átvette a Fidesz. Oké, okay, de a 444 sem az SZDSZ. Tehát, hogy mondjam, a régi SZDSZ-nek a bástyái, megmondom mi, Élet és Irodalom, 168 óra, Magyar Narancs, HVG, Slussz, kész. ATV Klubrádió, ennyi. Tehát ez ahol a régi SZDSZ még megmaradt. Ennyire, de nem a régi SZDSZ, hát egyáltalán ez a baloldal, ez maradt így igazából. De megvan a liberálisoknak, tudod, ez az új, pragmatikusabb, a farkasházit utáló generációja, az az Indexes, ami ugyanúgy rühelli a izét, a régi Pető Ivános izét, Kornisos, Eszterházis SZDSZ-t, érted? Ugyanúgy rühelli, csak ezek is lipsik, csak egy új generáció, azok nem adnak teret a farkasházi Teddy féle világnézetnek, meg ezeknek, érted? Tehát ezt a kettőt külön kell választani. Az az igazság, hogy tehát a magyar politika egyik fizetőeszköze volt a holokauszt. 20 éven keresztül. Vagy hát még több. Tehát így még ma is. Még ma is a magyar politika, és ez a videó, amit most láttatok, ez két nappal a választások után történt. Tehát ez körülbelül olyan volt, mint az Erzsébet hídi csata, csak hát így kicsit fordítva. Tehát így két nappal a brutálisan elveszített választás után felmerült, hogy így úristen, rászáll a Sasa Gábriel arkadjára, és akkor ez borzalmas. És ezekre a szimbolikus ügyekre ment rá a 20 éve az országnak. Ezek mentén politizáltunk. Megkérdezem a közösséget. Kötelezés mentén politizáltunk meg, kokárda kirakás mentén politizáltunk. Ja, koronaúsztatás mentén politizáltunk. Figyelj. Meg milleniumi országzászló mentén politizáltunk. És folyamatosan szoktad. Ezek a szimbólumok, erre már ment rá az országnak a 20 éve, hogy ez alapján politizáltunk. Így mindenki leszarta az országot. Meg az országnak a helyzetét. Árpád sávok, úristen, segítség, balkanyar. Egy Árpád sávos zászló volt még, emlékszem, a Gönc Árpád kifütyülőse idején. Tehát, és ma akkor ki volt mindenki. És abból lett egy párt. És ráadásul, hogy mondjam, az Árpád sávhoz nagyon sokat tett hozzá az, hogy a Gyurcsány kisajátította a trikolort. Hát ezt tudjuk. Vagyis hát nem kis, először az Orbán sajátította ki, és utána a Gyurcsány a 2006-os kampányban így full trikolor. Remélem. És onnantól kezdve az anti-Gyurcsánynak már nem lehetett az a színe. És így gyakorlatilag, hát egyrészt ez, másrészt meg, hogy így ahányszor megláttak ilyen ballipsik, ezek nagyon-nagyon sérült emberek. De tényleg rettenetesen sérült emberek. Nem tudnak elszakadni ettől a traumájuktól. Tehát nem tudnak, az egész világot, az egész politikát csak ezen a szemüvegen keresztül tudják látni. Komolyan. És várjál, kurva és érdekes. Erre ment rá, igen? A Klubrádióban hallottam ezt a Bolgár Györgyös műsort, belehallgattam. A drága Bolgár György úr. Drága Bolgár úr. És egy néni megint előhozta a köteles cuccot, mint hogyha, hogy semmi nem derült volna ki. És a Kövér László is már akasztással fenyegette azokat, akik. És akkor ez így meg. Most hallgattam egy hete. Tehát, hogy ez ilyen izévé vált, érted? Egy ilyen toposszá. Na most alapvetően mi a hibás? Szerintem az a médiademokrácia a hibás, ahol valaki azt mondja, hogy
hinni kell az országban, mert aki nem hisz az országban, meg nem hisz abban, hogy menni fog, meg hogy jobb lesz a holnap, mint a ma, az ilyen alapon akár leismerhet a pincébe, és föl is kötheti magát. Ezt mondta a Kövér László. És ebből lett az, ugye olyan kampány lett belőle, MSZP kampány, hogy a kisgyerek, de ilyen horror. Kisgyerek így olvassa az újságot, így felolvassa az, az és az anyja elejti azért, ilyen második világháborús. Olyan volt, mint hogyha a kisgyerek így azt olvasná, és holnap kanári sárga csillagot kell kivágni hatágú csillagot posztóból, és rávarni minden zsidó fajúnak minősített állampolgár kabátjára jobb oldalt két arasznyival a gombok mellett. És akkor így az anya bejön, és akkor és így elejti, hogy egyébként kurva profi volt az a... Na azt láttam, az kurva profi volt. Annak a kampánynak, a 2002-es MSZP kampánynak, a Gyurcsány volt a kampányfőnöke, csak azt akkor még senki sem tudta. Tehetséges faszi volt azért. Hát, a Gyurcsány akkor még a háttérben volt, és senki sem tudta, hogy ki az a Gyurcsány. Csak amikor megnyerték a 2002-es választást, akkor mondta neki a felesége, a Dobrev Klára, hogy Ferikém, hát hülye vagy te? Hát ezekből csinálsz királyt? Hát te lehetnél a király. Akkor Feri ezt nagyon elhitte mostanra máshoz, túlságosan is. Egyébként egy film is készült ebből, Breaking Bad a címe, de mondjuk az jobb, mint a Gyurcsány, de hasonló sztorit ír le. Visszatérve egyébként a szimbolikus politizálásra, tehát az a poén, hogy ez viszont kurva tanulságos, hogy a Kossuth címer, szemben a koronás címer, a Kossuth címerrel próbálkozott az MSZP. Pontosabban úgy volt, hogy a 4K kezdett el ezzel próbálkozni, egy Farkas Attila Márton nevű faszinak a tanácsára, és akkor a rohadt geci MSZP a 4K-tól ezt kisajátította, és utána Kossuth címerrel mászkáltak föl alá mindenhol, és lófasztért. Se, tehát ilyenekkel, hogy Kossuth címer, meg mit tudom, ilyen nem lehet. Egyetlen egy szimbolikus tere van a balliberális oldalnak, és az a holokauszt. De az a poén, az meg, hogy ennyi zsidó nincs ott. Tehát, hogy a faszba lehet, hogy a fasizmus és a holokauszt, ide figyeljetek, Rózsa, ülj már a seggedre. Nézd, hogy a fasizmus és a holokauszt az egyetlen a balliberális oldalon. Tehát van ilyen, az meg, hogy magyar progresszió. Azért volt ilyen, hogy mit tudom én, 48, meg Petőfi, meg Ady Endre, meg József Attila, és ez lófaszt ér az egész, lófaszt ér, pedig ez szembe le, egyébként ezt, szembe lehetne állítani a turulmadaras, szentjobbos, akármi fajmagyar, Szent Istváni, akármivel. Tehát van egy magyar nacionalizmus, vagy bocsánat, egy baloldali nacionalizmus, van egy magyar progresszivista hagyomány, voltak népi írók, kurva sok minden volt, és ez úgy eltűnt a picsába, gyakorlatilag a kutyát nem érdekli, és az egész balliberális oldalt kizárólag és csak is a második világháborús traumával, a nácik, zsidók, holokauszt, tehát ezzel lehet mozgósítani. És ez érzelmének tényleg hat. De arról van szó, hogy ha a német megszállási emlékmű elkészülne, akkor a zsidók azok elveszítenék a kizárólagos áldozati státuszukat, és osztozniuk kéne a többségi társadalommal, amit hát szintén megszálltak. Igaz, hogy őket nem deportálták. De hogy ez annak a szimbóluma lenne, hogy a németek azok azért egy geci dolog volt megszállni az országot független a holokausztól is. Mondjuk csak ennyi. Ennyi lenne az emlékmű. De jó. Ezt nem. Ez ki van zárva? Jó. Azért mondjuk én is, nézd, azért a magyar lakosság nagy része tényleg őszintén mélyen német barát voltna. Tehát amikor a Nyíregyházát visszafoglalták, volt, hogy bejöttek az oroszok, és kaptak egy kis benzint a németek, és akkor kitolták a ruszkikat a picsába, Nyíregyházát visszafoglalták, ott az meg az egész lakosság ilyen virágesőkkel, de őszintén mélyen. Tehát hogy mondjam, tehát oké, hogy megszállták, de figyelj, egy puska lövés nem dördült el a német megszállás. Tehát ennyiben a liberálisokat utáljuk, nem szeretjük, én sose szavaztam rájuk, de ennyiben mondjuk igazuk van, hogy ez az emlékmű tényleg egy fals, hazug, az az igazság, hogy Magyarország geopolitikailag német gyarmat volt, és az is maradt. Nézd meg a reklámokat, nézed meg a televíziózást, nézed meg a... Hát, hogy egyáltalán hozzánk német közvetítéssel került be minden. Mert mi ilyen német érdekszférában vagyunk. Ez az igazság. Ez az igazság. De a magyar diplomáciának annak megvolt az angol barát, a
Antant barát. Földughatták a valagukba, a Kálai próbálta ezt csinálni. Nem igaz, minden második miniszterelnök bazd meg angol diplomáciát nyomatott, és minden második miniszterelnök meg németet. És pont az volt... Ez volt a rohadt nyugatiak elárultak minket. Ez a hinta politika volt. Török óta a nyugat jó, minket mindig jó, elárult. Jó, ez a jó, ami a jó kérdés, tényleg hogy... igaz, ez egy nacionalista toposz, hogy a rohadt nyugat elárult, de az a poén, bazd meg, hogy a töröknél is, a Rákóczit is, a izét, a 48-at is, a Trianont is nézzük, a németeket is nézzük, bazd meg, 56-ot is, valójában tényleg a nyugat mindig egy rohadt geci volt. Ez mi az, hogy mindig egy rohadt geci volt, bassza meg? Mert mi őtőlük várjuk, hogy megvívják a harcainkat. Igen. Mert mi őtőlük várjuk, tőlük. Hogy megvívják a saját forradalmainkat. Mert mi szeretnénk nyerni, de hát attól tartok, hogy... 500 éven keresztül a véremet áldoztam, hogy ezek a köcsögök hamburgert szabályanak, ez egy rohadt szemét, mocskos, francia, angol, utálom őket, mint a szar, ilyen Putin. Jelenleg olyan mennyiségű nettó pénzt fizetnek be a magyar gazdaságba, az Európai Unió keretében ezek az országok, hogy ezek után még azt ugatni, hogy de tényleg nem kellett volna belépni az Európai Unióba. Olyan... Arra vagyok kíváncsi, hogy ha a Jobbik hatalomra jutna, akkor a Jobbik az kilépne az Európai Unióból. Igen. Szerint a lónak a faszát lépte ki, azzal kampányol a szavazatokért baszott. Több pénzt kapnának az Eurázsiai Unióba, bazd meg. Nem lépjenek ki. Nem is kéne választás, örökre képviselők maradnának. De várjál, eleve! Morvai eleve. Krisztinának már szobra lenne életébe. Eleve, egy EU ellenes pártnak hogy lehet EP... frakciója. Azért, hogy belülről bomlassz az EU-t. Nem tudtad? Azért léptem be a munkásőrségbe 1978-ba, már nem én, ez ilyen duma volt, hogy belülről bomlasszam. Kívülről könnyű ordibálni, Robikám! Nekem az fáj ilyenek, a szérről! Nekem az ilyenek, gyere ilyen... ide, be, itt! Nekem a Bencsik megmondta, nekem a barátunk, ilyenek, tudod, nekem az ott van a szélcsend, ahol a hogy van, ciklón közepén van a szélcsend, bazd meg, ezért mentem el a Párt Élet rovathoz, főszerkesztőnek, és beléptem az MSZMP-be, voltam 3x1, 3x2, 3x3, 3x4-es ügynök, hogy belülről bomlasszam a rohadt büdös szemét kommunistáknak, bazd meg, mert én akkora kurva nagy magyar vagyok. Ez ilyen a belülről bomlasztás, ez mindig nagyon gyanús. Aki belülről bomlaszt, az mindig annak mindig így... elmossák a tányérját, főznek rá. Annak, aki belülről bomlasztanak, mindig van ilyen van ilyen autója, ilyen limuzinokat tolnak a segge alá, meg mindig ilyen jobbnál jobb kurvákat szopat. De az, nem tudom, hogy ezt megfigyeltétek-e. És van, aki kívülről bomlaszt, az meg a pricsen alszik, bassza meg. De tényleg nem, hogy mindig van ez az, én belülről bomlasztok, hello! Tehát, hogy így... Ezek, milyen jókat mondasz, és nem röhögnek a köcsögök, bassznak. Pedig egyébként most tényleg, ez jó volt. Na, megnézzük a Demcsákot. A Demcsák féle cucc, amit azt lehet mondani, teszünk, az az előzmény előképe, az előbb látott, Kálmán Olgán. Hát tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy a Demcsák Zsuzsa ebben a videóban ez a maga Kálmán Szolga lárva állapotban. De még nem fejlődött ki. Jó reggelt kívánok, április 23-a csütörtök van, és folytatjuk a mokkát. Ausztriában és Németországban szabadságvesztés jár annak, aki bármilyen formájában is tagadja a holokausztot. Magyarországon azonban a rendezvényeken és demonstrációkon is részt vehet például David Irving brit történész, akit Ausztriában 3 év börtönbüntetése ítéltek. Mi az erősebb? A vélemény szabadsága vagy egy népirtás kétségbevonása? Erről lesz szó Dénes Balázzsal, a Társaság a Szabadságjogokért elnökével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önök tagadják a holokausztot? Nem. Én azt gondolom, hogy a holokauszt megtörtént, hogy csak azok tagadhatják, akik vagy nem normálisak, vagy nincsenek tisztában alapvető történelmi tényekkel. Az, aki tagadja a holokauszt megtörténtét, az hazudik és hamisítja a történelmet. Akkor miért állnak ki azok mellett, akik tagadják a holokausztot? Hát nézd, ez egy nem egy egyszerű kérdés. A jogvédői munkának mindig nehéz része az, amikor olyan embereknek a szólásszabadságáért kell harcolnunk. Ez olyan egyértelmű volt a kérdés is, és az előbb válasza is olyan egyértelmű volt, hogy erre. Hát lehet, hogy egyértelmű. Mi azt gondoljuk, hogy a tartalom alapú szólásszabadság korlátozás az nem helyes. Ugye teljesen más az a kontextus Ausztriában és Németországban 1946-ban tiltották be a holokauszt tagadást, mint 60 évvel az esemény után. Miért más?
Miért más? Igen. Alapvetően más a helyzet ma Magyarországon, és más a helyzet Németországban 1946-ban. Hát nálunk is volt egy szálasi rendszer. Nem ez a kérdés. Én szerintem az a kérdés, hogy azok a törvények, amelyek ma Magyarországon a szólásszabadságra vonatkoznak, azok alkalmasak-e arra, hogy a gyűlöletbeszédet szankcionálják? A mi álláspontunk szerint igen. A gyűlöletbeszédet nem a tartalma alapján, hanem az esetleges hatásai vagy következményei alapján kell szankcionálni. És a magyar törvények jelen pillanatban a gyűlöletbeszédet megfelelően szankcionálják. Tényleg még mindig nem értem, hogy miért más. Melyik részét nem értem? Miért más, amit Magyarországon beszélhetünk, fasiszta rendszerről, holokausztról, részét... mint amit mondjuk Németországban beszélhetünk, vagy Ausztriában? Azt a részét érti a kérdésnek, hogy miért baj az, hogyha tartalom alapján szankcionáljuk valakinek a megnyilatkozásait? Nem. Hát ez nem biztos, hogy engem minősít. Még egyszer mondom. De valószínűleg engem sem. Még egyszer mondom. A gyűlöletbeszédet, a gyűlölködő megnyilvánulásokat nem a tartalmuk alapján kell szankcionálni, hanem az alapján, a hatás alapján, amit ki tud váltani. Mondok egy példát. Ma Magyarországon a törvények megfelelő büntetőjogi védelmet nyújtanak arra azokra az esetekre, amikor valaki valamilyen társadalmi csoportok ellen gyűlöletre hív fel. Ön szerint milyen hatást vált ki szombaton a várban elhangzott beszéd, ami a holokausztot tagadja? Én szerintem ezek a beszédek sok ember érzékenységét sértik, sok ember számára fájdalmasak lehetnek, de ezen kívül nem váltanak ki mást hatást. De ugye ezért csak ennyi? Tehát az, amit mondjuk Európa legtöbb országában büntetnek, a holokauszt tagadás, az itt Magyarországon csak annyira érvényesül, hogy emberek, bizonyos emberek érzékenységét sérti? Nézze, ezekben az európai országokban több száz vagy több tíz éves polgári demokráciáknak lehetünk tanulni, Magyarországon pedig mintegy 40 év. Tehát Magyarország kevésbé demokratikus. Nehéz így vitatkozni, hogy nem tudom befejezni a mondataimat. Ön azt kérdezte, hogy milyen hatást váltanak ki a várban készült, vagy várban elhangzott szavak. Hát én azt látom, hogy nagy a felháborodás, sok ember érzékenységét sérthetik ezek a szavak, de ezen kívül más hatás nem valósul meg. Én azt gondolom, hogy van megfelelő társadalmi reakció a holokauszt tagadásra, lenne az államnak feladata, lehetne például antidiszkriminációs oktatást bevezetni az iskolákban, ki lehetne nyilvánítani most például a demokratikus közélet szereplőitől azt, hogy elhatárolódnak-e ezektől a cselekményekről. Nem ez történik. Nézze, a sajtónak például most egy tökéletes lehetősége lenne arra, hogy a politikai élet minden szereplőjét szembesítse azzal, hogy egyetért a holokauszt tagadókkal, vagy nem. Nem ez történik, nem kiírjuk ezeket az embereket a demokratikus közéletből, hanem például az önök televíziója ebben a műsorban, mint egy 10 perc ezelőtt, teljesen legitim szereplőként telefoninterjúban szólaltatta meg azt az embert, akiről most beszél. Élünk. Igen, a Magyar Gárdának a tagjait egy esemény, egy gyilkosság kapcsán szólaltattuk meg. Azt gondolom, hogy ez egy hírműsornak a feladata. Én meg azt gondolom, viszont, azt hogyha, gondolom, hogy a megfelelő társadalmi reakciót, ha megengedi, akkor kérdezek. Hogyan gondolják azt, hogy milyen eszközökkel, hogyha azt mondja, hogy megfelelő oktatással, vagy pedig azt elér, hogy a demokratikus közéletből kiírják magukat azok a bizonyos emberek, akikről szó van, hogy mondjuk ezt tényleg el tudják érni. Azt gondolja, hogy azokat, akik a holokausztot tagadják, ez érdekli? Én azt gondolom, hogy történelemhamisítókat és olyan embereket, akik nyilvánvaló hazugságokat hangoztatnak, nem feltétlenül oktatással kell meggyőzni. Uh-huh. Rájuk a normális érzelmű emberek nagyjából legyintenek. Az államnak a feladata az lenne, hogy tegyen nyilvánvalóvá azoknak az embereknek a számára, akik valamilyen oknál fogva, nyilvánvalóan hiányos történelmi ismereteik miatt azt gondolják, hogy lehet, hogy van abban valami, amit ezek az emberek, ezek a rendkívül buta és kártékony emberek mondanak. Ezzel kapcsolatban lenne állami feladat, de a büntetőjog ezt a feladatot soha nem lesz képes betölteni. Az, hogyha egy gondolatot tabusítunk, az, hogyha egy véleményt tabusítunk, az nem fogja ennek a gondolatnak, vagy ennek a véleménynek a létét eltörölni. Ettől még ezek a vélemények létezni fognak. A mi álláspontunk az, hogy akkor lehet normális vita a társadalomban, akkor lehet a kritikákkal normális módon szembesíteni a társadalmat, hogyha nem tiltunk be egy véleményt pusztán az alapján, hogy mit tartalmaz. Még egy gondolat elejéig visszatérnék arra, amit ön a Magyar Gárdáról mondott. A Magyar Gárdát még egyszer hangsúlyozottan azért hívtuk föl, és azért beszélünk róla, és fogunk még a műsorban, mert egy gyilkosság történt. Nem az eszméi az, amit terjeszteni kívánunk, nem az, amiről szólunk, hanem egy hír, egy gyilkosság kapcsán van szó. Tehát, hogyha már az összemosásról beszélünk, akkor én is csak hadd tisztázzam azt, ami tisztázandó, és amit ön most összemosott az előbb. Utolsó kérdésként, hogyan
gondolja ön azt, hogy az oktatás megvalósulhat? Állami szerepvállalással? Tehát, állami szerepvállalással bizony. Az antidiszkriminációs oktatás a világ legtöbb országában állami feladat. Ön azt, akkor nem büntetné a holokausztot? A holokausztot? Igen, a holokauszt tagadást, elnézést, a holokauszt tagadást. A holokauszt tagadást nem büntetném, mert nem gondolom, hogy ez csökkenteni az előítéleteket. Az, hogy egy témát kizárunk, az, hogy egy témára azt mondjuk, hogy ez mostantól ezt nem szabad mondani, ettől ez még nem fog megtörténni. Az azonban, hogy azt mondjuk, hogy azok az emberek, akik ilyeneket mondanak, és ezeket az igéket nyilvánosan terjesztik, ezeket semmilyen szinten nem szólítjuk meg, semmilyen szinten nem veszünk a létükről a tudomást, például sajtóként, ez egy lehetséges járható út, amelynek még egyszer mondom, a magyar sajtó jelen pillanatban nem felel meg. Én megértem, hogy a hírműsorban meg kell szólaltatni ezt az embert a gyilkossággal kapcsolatban, na de azért egy kicsit, mint hogyha ez egy skizofrén helyzet lenne, hogy önök azt várják most jelen pillanatban tőlünk, meg mindenkit, hogy tiltsuk be ezeknek az embereknek a gondolatait. De nem azt várjuk el, hanem az a kérdésünk is egyébként, és hogyha már a véleményről van szó, akkor ugye büntetnénk-e a holokauszt tagadását, mint ahogy büntetik Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Franciaországban, Izraelben, Lengyelországban, Litvániában, Németországban, Olaszországban, Romániában, Svájcban és Szlovákiában. Vannak csak ezekben az országokban olyan emberek, akik tagadják a holokauszt? Ezzel kapcsolatosan mai kérdésünk is. Ön egyetérte a holokauszt tagadás bűncselekményé nyilvánításával, és akkor egy pillanatra nézzünk rá a grafikonra. 58%-ban a Mokka válaszadói azt mondják, hogy igen, 22%-ban nem, és 20%-ban pedig azt mondják, hogy demokrácia, vagyis hogy ez beletartozik a véleménynyilvánítás szabadságába. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm. Na ez volt a híres Demcsák féle. Ugye ez a Kálmán Olga előzménye több évvel ezelőtt. Az milyen szavazás volt? Hogy az egyik lehetőség az volt, hogy ön egyetért-e a holokauszt tagadás büntetésével. És az egyes válasz az volt, hogy én igen, egyetértek, büntessék a holokauszt tagadókat. A kettes válasz az volt, hogy nem értek egyet, szabadjon holokausztot tagadni, ne lehessen büntetni. És a harmadik válasz az, hogy demokrácia, vagyis mindenki eldöntheti, hogy akar-e holokausztot tagadni, vagy sem, és ne lehessen büntetni. És mind a kettő, bazd meg, aztokat össze kéne adni. Azok ugyanarra szavaztak. A demokrácia, meg a nem akarom büntetni, az ugyanazt jelenti, bassza meg. Hát ez mi? Ez mi? Ez kisegítő szakközép? Vagy mi ez? Hát ez milyen szint már? Ez sehol. Nem bazd meg, a betonkeverőt működtetni, bazd meg, ennél több ész kell, mint ami a Demcsák Zsuzsának van. Te, van még Demcsák Zsuzsa? Tehát, van, hogy ez van, még van. Létezik? Van. Tehát van. Így, hogy így ő van, így mutatkozik, meg minden? Összeszarom magam. Na mindegy. Hát majd egy idő után ki lesz rakva a szűre azért onnan. Jönnek a fideszes Demcsák Zsuzsák, bazd meg. Na jó, de most itt például itt van egy ember. Na, azt hiszem, ebben a szituációban, amiben most itt a Demcsák Zsuzsa volt, nagyon-nagyon hasonló szituáció, amikor ő egyszerűen ott áll egy olyan szituációban, amelyben hülyének kell tettetnie magát, mert ő annyira szervilis, hogy vannak olyan szituációk, hogy úgy kell csinálnia, mintha annyira sötét hülye állat lenne, pedig érti, hogy miről van szó, de így elakad. Nem. Tehát így vitatkozni nem tud, a fegyvert letenni meg nem szabad. Én őszinte még... Van ez a szituáció, hogy így nem értem, így, nem. Hideg halál van, bazd meg, mint a Kálmán szolgánál is, így lefagyás van, és akkor onnantól kezdve nem ilyen, egyszerűen ezt nem ugye, értem. A Demcsák Zsuzsa... Hogy lehet ilyet mondani? A Demcsák hát Zsuzsa szájamban. Robi, a Demcsák Zsuzsa szemébe őszinte mélységes. Mélységes butaságot lehetett látni. És egyébként az a fajta arrogancia, hogy a taszos csávóhoz hozzáállt, az a fajta arrogancia, azt én nagyon jól ismerem gyerekkoromból, még a szocializmusból. Tehát amikor valaki egy ilyen biztos, annak a biztos tudatába beszél, és érvelést idézőjelbe veszük, amikor úgy érzi, hogy a háta mögött van valami hatalom. Vagy
olyat mond, amit úgy illik mondani. Mindenki ezt mondja. Aki szalonképes, az ezt mondja. És mindenki, aki nem ezt mondja, az nem szalonképes. Tehát ennek a tudatában beszélt a Demcsák Zsuzsa. De egyébként másodlagos. Felolvasnék egy rövid szöveget. Honnan? Márai Sándortól a Füveskönyvből. Csak azért, mert Demcsák Zsuzsáról szól. Pedig akkor Demcsák Zsuzsa még meg se született. Mert a butaság is többféle. Írja Márai. Vannak értelmes emberek, kiknek lelkében az értelem pislákoló fénye kialudt, mert szerencsétlen életkörülmények közt születtek és nevelkedtek. Vannak emberek, akik buták, mert nem tudnak uralkodni testük fölött, elbutítja őket a szenvedély, lelkük lángját megfojtja az érzékek gőgje. Vannak buta emberek, akik egyszerűen környezetük áldozatai. Ezeket sajnálni kell. De az igazi butaság meglehetősen ritka, s annál veszélyesebb és reménytelenebb. Az ember természettől értelmes lény. Az igaz, a sötét, a reménytelen butaságot olyan érdeklődéssel kell szemlélni, mint valamilyen ősi és félelmetes természeti tüneményt. Mint a kétfejű borjút. Mint a természet egy torz, érthetetlen ötletét, melynek szó szerint semmiféle értelme nincsen. Az igazi butaság feloldhatatlan. Mi hiányzik egy ilyen embernek a lelkében és testében? A szent lélek? Vagy bizonyos nedvek, mirigy termékek? A jód? A nemi hormon? Nem tudjuk pontosan. De amit tudnunk kell, hogy az igazi butákat minden módon tanácsos kerülni, feltűnés nélkül védekezni kell ellenük. Ne akard meggyőzni az ilyeneket, mert nem jó indulatúak. A kedves szegény hülyék jó indulatúak, a buta ember rossz indulatú. A hülyék Isten szegény gyermekei, a buták a pokol szövetségesei. A végzet ők el kell viselni. Ezt írja Márai, kifejezetten Demcsák Zsuzsáról. Be fog perelni. Márait, hogy az örökösöket, ne engem, hát nem áll. Na, egyébként... tényleg, a Márai örököseit. Egyébként onnan lyukadtunk ide, hogy a vidéki Jobbik szavazók, azok ugrottak egyet, és az MSZP-ből a Jobbikra. Egyébként ennek van egy történeti analógiája, 39-es választásokon egy csomó szocdem, korábbi szocdem szavazó szavazott a Nyilasokra. És tehát nem új ez az egész. És ez azért érdekes, na, amikor volt ez a Schiffer, erről jutott eszünkbe, volt ez a Schiffer-féle affér, akkor egy csomó emberrel vitatkoztam a Facebookon, meg nem csak a Facebookon, és azt mondják, hogy a ilyen ballipsik, azt mondják, hogy hát a Schiffer igazából ezzel ilyen gesztusokat tesz a jobb oldalnak, és arra bazírozván, hogy akkor majd, mit tudom én, itt szavazókat szerez az LMP-nek. Ami egyébként lehet, hogy így is van. Az LMP kétségtelenül nyitott a kulturális jobboldal felé, amit én amúgy egy pozitív vonásnak tartok, hogyha okos lenne az LMP, vagy egy normális párt, főleg, hogy így nyit a vidék felé, meg a gazdák felé, lehetne most egy olyan pozícióba, mint a független kisgazdapárt volt a két világháború között. Tehát a két világháború közötti független kisgazdapártról beszélek. Nem a izé. Oké, de hogy érted, az a pozíció, tehát hogy jobboldalról baloldali, Komcsik felől jobboldali, hazafias párt, de ugyanakkor nem, ilyen fasiszta meg egyéb. Tehát a kisgazdapárt az ilyen volt. És hogy lehetne az LMP ilyen, tehát én ezt egy nagyon pozitív dolognak. És akkor így mondják azt, hogy de előjött ez a toposz, de a Jobbik szavazók azok a fideszesek, volt fideszesek, akik eltolódtak jobbra. Egyébként ez lehet, hogy a fővárosban így van, egyébként, de hogy vidéken kurvára nem így van, az biztos. Egyébként fiatalok között kurva sok lett jobbikos fideszesből. És itt a városban, meg a történész hallgatók között. Az igazság, ilyenek, nem, az igazság, hogy ez alatt a négy év alatt is azért pár dolog átrendeződött. Tehát azért azt lehet látni, hogy olyan, mintha semmi nem változott volna, de azért itt azért korcsoportok szerint így, hát gyakorlatilag az új MSZP a Fidesz. Vagy hogy fogalmazzak? Ez volt a Habony Árpádnak a programja. Ezzel álltod az Orbán Viktor elé, hogy a Fidesz az új MSZP. És ez meg is történt gyakorlatilag.
most olyan média fölényben és gazdasági fölényben vannak, és akkora túlsúlyuk, mint a MSZP-SZDSZ-es kétharmad idején a baloldalnak. 90-es években. A 94 és 98 között, amikor a köztársasági elnök Göncz Árpád mondta, hogy nincs alternatíva. Nincs más. Ez van. Hogy ez a... a köztársasági elnök mondta. Hát igen. Egyébként... Várjál, én, aki nagyon utálom egyébként az Orbán rezsimet, meg ezt az egész fideszes bagás, de kurvára, és nagyon elviselhetetlennek tartom, én nagyon gyűlöltem hasonló okok miatt gyűlöltem a balliberálisokat a 90-es években, én egyáltalán nem sírom vissza a 90-es éveket, utáltam őket, mint a szart. Akkor egyébként, most így mondják, hogy jaj, az Orbán most diktatúrát vezető, persze, de... Leszarom, majd utána korrigálsz, csak hagyd mondjam végig. A 90-es években, menj vissza a paraván mögé, a 90-es években a saját faszát szoktak közben egyébként, ezt elárulom, mert ő a Geb földisten Egyiptomból, aki az autó fellátor. Na, tehát a 90-es, mi ez dicséret volt? A 90-es években egyébként elmondanám, hogy a 90-es években kevesebb véleménynyilvánítási szabadság volt, és a sajtószabadság kisebb volt, mint ma, amikor a Fidesz letarolta az egész sajtót. Mert nem volt internet, és a balliberális elit határozta meg azt, hogy mit gondolj. De olyan szinten határozta meg a 90-es években a balliberális elit, hogy az underground köröktől kezdve a legmagasabb szintig mindenhonnan kiikszeltek és kinéztek, ha nem azt a szót használtad, vagy rosszul fogalmaztál, ezt nevezték politikai korrektségnek, egy iszonyatos, sötét, mocskos, undorító véleménydiktatúra volt. Az az igazság, és hogy ezt érjük meg, tehát ez érett meg most. Ami most van, az az inverze. Ami most van, az az inverze annak. Tehát tulajdonképpen most ütött vissza. Tehát az inga most lengett ki az ellenkező irányba. Tehát tulajdonképpen mindig ez történik. Tehát, hogy így addig feszíted a húrt mondjuk a Horn Gyulával, mondjuk feszíted a húrt egy ilyen tízegységnyi skálán, mondjuk 5-ig. És akkor elengeded a Horn Gyulát, és így kilenged Csurkányira. Aztán jön Gyurcsány, és azt mondja, hogy hát lengethetünk ennél nagyobbat is. Tudok ilyennél többet is. És lenget egy olyan 9-es értéket. És aztán le abban, hogy pont egy jobbik lesz. Tehát egy pont egy jobbiknyira len ki az ellenkező irányba. Én folyamatosan ezt az ingát látom. És gyakorlatilag ugyanezt történt egy nagyobb kontextusban, egy nagyobb nézőpontból, hosszabb időtávban, gyakorlatilag a balliberális véleménydiktatúra és médiatúlsúly és tőke, koncentráció és teljes, hogy mondjam, na, legegyszerűbben úgy mondom, hogy 1990-ben a komcsik ellopták az országot, és most 2010-ben a fideszesek visszalopták. A visszát hagyjuk. Jó, ők... Hát, de... Ellopták a tolvajoktól. Hát igen, ellopták a tolvajoktól. Hát nem tőlük lopták el, világos. A vissza az mást jelent. Hát a nemzet... De ez a retorikája a dolognak, vagy legalábbis így, hogy mondjam, így értelmezi magában az, aki úgy gondolja, hogy ez helyes és jó. Tehát aki így gondolja, az azt mondja, hogy bazeg nálunk van a helye. És az Orbán Viktor az inkább mi vagyunk, mint a Gyurcsány, mondjuk. Hogy ez az élmény, hogy visszalopták, hát hogy visszakapta a nemzet. Ez az ideológia. Jó, most az világos, hogy ez általában az Orbán Viktornak így meg a Bibó Kolesznak a haveri körét jelenti, vagy ilyen ismeretségi, meg ilyen befektetői környezetét jelenti. Hát Mészáros Lázár. De figyelj, minden ilyen rendszer arról szól, hogy ilyen középosztályt akar építeni. Saját magának. Amelyik hűséges hozzá. De nekem hagyd ne tetszen. De mindig is ezt csinálták, bassza meg az egész történelemben. Most így végig akkor se tetszik. Csak nézzük egy nagyobb kontextusból, nekem se tetszik. Nem erről van szó, hogy tetszik vagy nem tetszik. Harcolni hogy történészként beszélünk róla. Világos. A történészként egyébként figyelj, tehát érdekes lesz erről a korszakról, ha egyáltalán lesz még történettudomány. Mondjuk mit 20 év múlva, hogy mit mondanak. Szerintem ez egy ilyen feloldódási időszak. De szerintem a rendszerváltás után is ez volt, tehát a privatizációnak is ez volt az ideológiája, hogy basszátok meg, kapitalizmus nincsen tőkefelhalmozás nélkül. Hát valahogy föl kell halmozni ezt. Itt van ez a rengeteg minden. Hogy lehet fölhalmozni?
Hát úgy, hogy bazdmeg teremtünk, létrehozunk egy burzsóáziát. Most egy, érted, kivezetsz az országot egy szocializmusból, ahol mindenki proli, meg van néhány értelmiségi, meg a többi az meg paraszt, és így akkor így nincs burzsóázia, bazdmeg, nincsenek tőkések. Maximum olyan van, bazdmeg, hogy valakinek van egy trafikja, vagy egy butikja. Már butikja nincsen, bazdmeg, valamilyen kölcsönzője van, vagy valamilyen, még egy butikja esetleg. Tehát ilyesmi, ilyen szinten van, meg van egy hétvégi háza esetleg. Kulák, így hívják. Na, és ebből a helyzetből át kellett vezetni ezt a kapitalizmusba. De az, a kapitalizmus az nem működik ecseri piaci alapon. Tehát, hogy így el lehet kezdeni, de bassza meg. Tehát, hogy így addig így minden leáll, leállnak a gyárak? Vagy mi van? Nem, az van, hogy eladod nekem Sanyikám 20 forintért. Na, milyen? És ahogy meg visszabérlem, meg a faszom, megcsináljuk okosba. Tehát, hogy így valahogy... Valahogyan ez mindig így megtörténik, és a spontán privatizáció máshol meg az van, bazd meg, hogy jön valaki, megöli azt, aki ott lakott, és beköltözik a házába. Az se szép dolog. Nem ám. Őszintén. De hogy így ezek a, hogy mondjam, amikor rendszerváltás van, akkor a társadalom struktúrája is, hát így újra szervező. És érted most, az volt, hogy az volt egy elosztás, és ez most egy újra elosztás. Ez a 2010-es. És szerintem legalább annyira gáz, mint az volt. Csak jegyezzük meg, hogy ennek volt előzménye, tehát ez már egyszer megtörtént, ami most zajlik. Redistribúció, így hívja a társadalomtudomány. Hát igen, de új haverok közt osztjuk de el. De mi a faszomért maradok én ki belőle mindig? Ezt a kérdést már tehát tényleg a önismereti óráidon tett fel. Ez az? Bocs, ott vagyunk. Nem, ez most országismereti óra. Ó, eltévedtem. Hát én vagyok az ország. Nem sokára nyugger leszek. Lófasz nem kapsz. Reprezentálom. Szóval... Na, amiről egyébként még nem beszéltünk, Robi, de beígértük már kétszer is, az a nagy magyar paranoia. Tehát, hogy nekem van egy olyan, lehet, hogy optikai csalódás, vagy ilyen illúzió, érzékcsalódás áldozata vagyok, de nekem az a meglátásom, hogy az utóbbi időben egyre több az őrült. Eddig is volt kurva sok, csak eddig megnéztük mondjuk a Szalacsi videót, hogy az a csávó, akiről a Szalacsi beszél, az atombunkert épített, ahol a zoxigénbe van vezetve. Tényleg egyébként a Szalacsit tudjuk, de a bunkert építő csávóról tudunk-e valamit? Jó mesterember! Mert azt például mert tudjuk az róla, hogy jó az is azért elég bolond lehetett, tehát a zoxig, aki a zoxigénbe vezette. Na jó, hát igen, de... Pártot alapított? Megalapította a Magyar Erők és Energiák pártját. Na, Magyar Erők és Energiák pártját megalapította az, akiről beszél a Szalacsi. Ez nem a polgárjenő. Polgárjenő hivatal az a legjobb. A polgárhivatal. Kinek van meg a polgárjenő hivatal? De most ne tegyük be, mert ezt mindenki is tegyük. Bassza meg. Na, és azt láttam, figyelsz ide, azt láttam, elmentek már, ez már bebaszott, bazd meg. Na, a por. Nem, a por. Van még a porból, bazd meg, adjam egy kis ezért. Van már penge, érted, így el lehet választani ezt a port. Szóval, hogy ezek a bolondok, ezek most nem ott vannak, ahol voltak, mit tudom én, pár éve. Megnéztük a polgárjenőt, jó, ez egy ártatlan tiszta figura, de mit tudom, a Szalacsi féle bunkeres csávót, néztünk ilyen ufonautákat, elrablós, és egyszer csak bazd meg, hogy hát a faszom Pataki Attila. Széles Gábor! Bogár professzor! Meddig oké, viccelődtünk az, hogy nem az Echo tévében... Rossz példákat hozol! Molnár F. Árpád a jó példa, és Szaniszló Ferenc! Nem olvastad a Bogár László professzor legújabb cikkét. A Bogár László professzor sehol nincsen a Szaniszlóhoz, meg a Molnár F. Árpádhoz. Amikor Filippov haverunk, a politológus föltette az meg a Bogár cikkét, akkor ez, el sem olvastam, de látom, hogy Bogár azt mondja, hogy mennyi minden Hoffi Géza után a Bogár a legnagyobb stand-upos, meg mit tudom én, ezt köszönhetem, hogy ilyen hülye, meg minden, és mennyit szórakozok, és akkor odaírtam, hogy azért Szaniszló Ferenc azért igazán zseni, bocs, és elolvastam a cikket. És utána a következő izém kommentem az volt, hogy hát rosszul gondoltam, lehet, hogy Szaniszló, az a Bogár álnéven, a képen Pataki Attilát láthatjuk, és a fasz tudja, lehet, hogy ezek az emberek összeolvadnak egy emberré. Szóval a Bogár László professzor odáig jutott, hogy körülbelül Szaniszlós szintet, nem olvastad ezt a cikket,
A háttérhatalom mögötti háttér, úgy magyarázta, ugye neki az a háttér, aki Magyarországot gyarmatosítja, el akarja pusztítani, a háttérhatalom. A Drábik legalább rendesen fogalmaz, a szabad kőművesizék akármik. Ennek a népies változata a zsidók. A izé az már nagyon, nagyon arisztokratikus a bogár. De a Drábik az nem antiszemita. Nem. Azt mondom, hogy szabad kőműves. Szabad kőműves ezős. Azt mondom, hogy ennek a világképnek a populistább változata a zsidók. A Drávid, Drábik az már szabad kőműves ezős. Drábik csillagot kifelé osztjuk, és fel kell varni. És nyolcágú. És ehhez képest a bogár professzor, aki régen valamikor egy okos ember volt, és így én láttam, hogy hűl el egy évtized alatt, mert MSZNP tag volt, MSZNP KB, nem is tudom, valami szaktanácsadó, tehát ilyen értelemben ő mindig nyugatellenes volt, és antiimperialista, és tőkeellenes, ez oké, csak... Egyébként az antiimperialistának, amikor a Szovjetunió is egy birodalom volt. De az imperialisták alatt az Egyesült Államok, ahol verik a négereket, bazd meg, hát nem olvastál ilyeneket? A Szovjetunióban. Verik a négereket. Még a 80-as Amerikában, délen, rabszolgaság van. 80-as években két srácot kivégeztek azért, mert farmer nadrággal kereskedtek. Eladtak. Mikor? Feketén eladtak. 80-as években? A Szovjetunióban is kivégezték, de nem, ez megtörtént eset. Bocs, én 1982-ben és 83-ban voltam a Szovjetunióban kétszer, Moszkvában, Leningrádban. És fekete kereskedtél? És vittem farmer nadrágot, és egy kis minivizort, ilyen kis tévét vettem be az meg egy Levi's-ből. Hát lehetséges, hogy megcsináltad, bazd meg! Engem nem akasztottak föl, vagy legalábbis nem tök róla, vagy ez már az átmeneti állapot, bazd meg, és az alvilágban vagyok tényleg ilyen démonok meg között, bazd meg, és lehet, hogy ezt az egészet vizionálom. Nem, egyszerűen elképesztően fasz a gyerek vagy! Megúsztad, megcsináltad, nem. Kölyök! Sikerült! Farmer nadrágot adtál el viszont a bolsevikok közt! Van egy jó hír. Kijátszottad őket! Belitted az országba a farmer nadrágot! És be is vetetted! Nem féltél bevetni a farmer nadrágot! És kiderült, hogy a Black Sabbathot is szeretik. De most izé... Kicsit te buktattad meg egyébként a bolsevik rendszert. Nem. Kicsit, ott volt jó, azért sok mindent nagyon, közben játszott meg. Nagyon Ronald Reagan, meg Margaret Thatcher, és nem, te. Nagyon én buktattam meg. De van egy jó hírem számodra, Robi. A kedvenc Orbán kormányod, hál' Istennek, és ebben egyébként tényleg, ebben tényleg az Orbán... Nem a kedvenc Orbán kormányom, nem. Maximálisan maximálisan egyet. Hát a jó kurva édes anyádat, de most visszatérjük, vissza a intellektuális izé. Be akarják vezetni a hadkötelességet egy éves, és már így gondoltam, hogy ezért nem lettél te férfi édes fiam. Én másfél évig voltam, tizedes elvtárs. Gratulálok, és hogy ott aztán, bazd meg, ott szopassanak. Nagyon örülhetsz, bazd meg, hogy másfél évet oda basztál ennek. Én szopattam. Ja, persze, az úgy kezdődött. Elképzelem, hogy... Megúsztam, véletlenül, egyébként ez tényleg, amúgy szétszopatták volna az agyamat, hatunkat átvittek éjszaka a tűzoltó részlegbe, és mi lettünk aztán azok, akiket vittek Taszára tűzoltó kiképzésre, és megúsztuk az első éjszakát, ami a beavatás éjszakája, olyankor kell ilyeneket csinálni, hogy fölállni a stokira, az ilyen kis sámliszerű szar, és akkor mit tudom én, letolt gatyával újságot olvasni, és akkor mit tudom, hogy a felkiáltó jel ott énekel, vagy nem, ilyen ilyet kiáltani, ahol mit tudom én, pont van ott füttyenteni, szóval, vagy vesző füttyenteni, és akkor ilyenek voltak, meg ilyen nagy szopatós mellók, ilyen folyosómosás, meg egyebek. Engem anyám elvitt, és ebből kimaradtam. Elvitt 10 éves koromban pszichiáterhez, mondta, hogy majd kelleni fog egy olyan, tehát most kezdjen el kezelni, és majd kelleni fog egy olyan papír, hogy nem lehetek katona. Tehát, de 10 évesen, tehát 10 éves volt, amikor az anyám már kiszemelte a pszichiátert, már egy gyerek pszichiátert, el is vitt hozzá, és elkezdődött a kezelésem. Így igazából nem volt semmi bajom, de... Mindenki ezt mondja, mindenki ezt mondja, katonaság miatt csináltuk, az közben hülye. Volt az a lényeg, hogy akkorra, mire fegyvert adtak volna a kezembe, de előtte még egy fogkefét, hogy a latrinát pucoljam ki, vagy valami ilyesmi, még mielőtt fegyvert kaptam volna a kezembe, megállapították rólam, hogy fegyverviselésére olyan módon vagyok alkalmatlan, hogyha fegyver kerül a kezembe, akkor...
túlságosan nagy a valószínűsége annak, hogy magam ellen, bajtársam ellen, vagy felettesem ellen fordítom. Itt volt az a szituáció, hogy a magyar néphadsereg is azt mondta, hogy így a anyámmal szemben, tehát így felállt egymással szemben, és azt mondta, hogy jó, oké. De Robi, nem is volt már magyar népköztársaság, amikor te nagykorú lettél. De volt hat kötelezettség. A magyar honvédség. Magyar honvédség. Elmentél volna fél évre krumplit pucolni, bazd meg, hát... jobb ember lennék most. Lenne egyenes, tisztességes magyar gerincem, ha elmentem volna katonának, és a proli haverjaiddal együtt vertük volna a faszunkat az okniba. Attól az lenne a jó világ, akkor embert, ott embert faragtak volna belőlem, igazad van. De nem zokniba verted volna a faszodat, hanem ilyen parasztcellux-szal körbeértett, hogy megmaradjon a merevedés, tehát ez lett volna. Parasztcellux? Az a vastag szar ragasztó. Jó, hát ez tökéletes, jó, ez már Fábri. A parasztcellux az micsoda? Tehát amikor körbe celluxozod a faszodat, és attól áll föl? Nem, a parasztcellux az a cellux-szerű ragasztó, csak ilyen baszott nagy, ilyen vastag, ilyen 3 centis, és a faszodat azzal körül celluxozod, és úgy vered ki. És az miért jó? Az kurva szar. Miért csinálod? Én nem. De honnan hallottál róla? Valaki mesélte, hogy tegnap is annyira rosszat parasztcelluxoztam. A katonaságnál. A katonaságnál. Amit az Orbán visszahoz. Tehát várjál, tehát a parasztcelluxoztad, visszahozza ezt meg. Te a bajtársaidat parasztcelluxoztattad. Én nem. Te kívülről figyelted, ahogyan parasztcelluxoztatnak, mások parasztcelluxoznak. De ez egészen semmi, te csak feljegyezted ezt, hogy egyszer majd elmond nekünk. Akkor... sosem parasztcelluxoztál, és nem is parasztcelluxoztattál. Már... ebből az egészből téged kihagytak. Én teljesen. De az olyan, hogy szétverem a pofádat, hogyha nem parasztcelluxozol? Nem. Az ilyen szopatás volt. Tehát ez azért meglátod, milyen jó lesz. A szopatás állítólag kellemesebb, mint a parasztcelluxozás. A szopatást metaforikus értelemben gondoltam. Na. Visszatérve a témákra. Ne, várjál, visszatérjük a parasztcellux. De várjál, akkor jövő órán folytatjuk a ezért. Jó. De várjál, parasztcelluxa. Na, ezt kollégisták találták ki, de néha volt a katonaságnál is. Ezzel a hülyéket szivatták, és dedumálták nekik, bazd meg, kapott egy pornóságot, hogy bazd meg úgy verje ki, hogy celluxa, és bazd meg, kurva jó lesz, és volt a hülye, aki ezt beszopta, és megcsinálta. Jó, az a zseniális. És utána meg jajonga, így hallgatták röhögve, hogy amikor szedi le a celluxot, érted? Meg az idegen kéz, az idegen kezűség, az megvan? Amikor ráülsz a kezedre, addig, amíg annyira el nem sibbad, hogy már nem érzed a kezedet. És úgy vered ki a saját farkadat, hogy a kezedet nem érzed, és ha behújod a szemedet, akkor nem tudod képzelni, hogy egy nő veri, vagy éppen leszopja, mert hogy így... ilyen saját kezedet nem érzed. Tulajdonképpen... Ez az elmélet, hogy ez az átélést így segíti. Nagyon jó. A minimalista onanista balladája című vers. Ismeritek? Rövidebb, mint egy haiku. Az is érdekes. Várj, a verset mondanám. Szeret, kezem. Na, a verset. Nem, hát ez az én mennyasszonyom, ugye, ez a közismert. Tehát ugye, egyébként volt, aki tényleg lefotózta a kezét, és kiállította a falra, és aláírta, hogy az én mennyasszonyom. És kim van, a killóg a falon? Tehát vannak emberek, akik sportot űznek a suttyóságból, valóban. Szomorú ez. Az az igazság, hogy én például kurvára nem lennék ezeknek a politikusoknak a helyében. Mondjuk pszichopaták, és így kurva nagy hatalmuk van, de biztos, hogy így hogy megszenvedik ezt. Tehát, hogy kurva nagy árat kell fizetniük érte. Majd a pokolban. Nem tudom. Nem tudom, baszti. Az Orbán Viktor ez egy valódi ember volt. Megmutatjuk azt a videót, ahol az apjáról beszél? Már vége az órának. Kicsöngettek. Na jó, mindegy. Szóval, hogy az Orbán Viktor egy valódi ember volt, aki valódi személyisége volt, ilyen tök normális volt, és aztán, amikor elkezdett politizálni, akkor azt érezte, hogy ezzel így nem fogja semmire vinni ebben a hatalmi harcban, és így átváltozott az apjává. Tehát, hogy így visszanyúlt azokhoz a dolgokhoz, amik ellen föllázadt sikeresen, és
és szembeszegült az apjával, és vált belőle egy ilyen, nem tudom én, teljesen normális 20, nem tudom én, 4 éves csávó. És ez a csávó, ez így eldobta a teljes személyiségét, és így fölvette az apjáét. Második Frigyes Vilmos. Akivel szemben lázadt, és akivel szemben így ki tudta vívni a saját autonómiáját, így végül így visszagravitált hozzá, és így teljesen ugyanazt folytatta. Tehát ott folytatta, ahol a fater abba hagyta. Ugyanazon az autoriter módon. Egyébként... Tehát tulajdonképpen, amit a gyerekkorában az Orbán a faterjától kapott, azt adja le most. Nagy Frigyes. Első Frigyes Vilmos volt az apja, a Káplár király, ez volt a gúny neve, mert az alattvalóit is verte, ő maga kaszárnyakoszttal etette a saját királyi családját is. Ő volt az, aki óriásokból álló hadsereget akart létrehozni, és ilyen ládába becsomagoltatott az ügynökeivel, így elkábítatott, és ládába átvitt Poroszországba ilyen 2 méteres német embereket, tehát egy ilyen őrült prefasiszta faszi volt a 17. század végén, és az ő fia volt a későbbi Nagy Frigyes. És a fia az szerette a francia kultúrát, és fuvolázott. És a Frigyes Vilmos összetörte a fuvoláját, eltiltotta a franciától. A fia nem bírta ezt, mert egyébként a nagy fiatal Nagy Frigyes egy filozófusokat kedvelő, intellektuális és érzékeny ember. Érzékeny srác volt, de még fiatal korában. És megszökött a legjobb barátjával. És a saját apja dezertálásért halálra ítélte a fiát és a barátját. Csak közben jöttek a külföldi királyság, hogy ilyen még nem volt, hogy egy király saját fiát hivatalosan kivégeztesse, és hogyha ezt megcsinálja, akkor hadüzenet jön meg minden, és elállt tőle, csak izét tömlőcbe vetette, de viszont végig kellett nézni, hogy a legjobb barátját főbe lövik. És a későbbi Nagy Frigyes az apját kezdte teljesen utánozni, és átvette ezt a politikát is, meg a kultúrát. Annyi maradt meg, hogy a francia filozófusokat meg Bachot oda csábítgatta az udvarába, mert ő egy fényes izé. Tehát az a későbbi hódító Nagy Frigyes, az így vált tulajdonképpen az apjává. És kisbékült az apjával. Már így a későbbiekben. Egyébként ez tök ugyanaz a sztori. Tök ugyanaz. Az milyen, hogy a Napóleont például, azt nem lehetett megölni. Nem lehetett, mert nem tudták, hogy mi lesz a következménye. Tehát, hogy először is jött Napóleon, De most hogyan az apafiú konfliktushoz? Nem, most a történelmi adomáknál tart. Ja, értem. Jött Napóleon, leverte egész Európát, kivéreztette egy komplet generációt kivéreztetett, lemészároltatott, és utána így nagyon visszabaszták a kurva anyjába, ugye tudjuk Lipcsénél. És ott így vége lett a csávónak, elfogták, de nem lehetett kivégezni. Mert nem lehetett számolni azzal, hogy így milyen következménye van annak, hogyha Napóleont kivégzik. És inkább száműzték egy szigetre. Ahonnan 100 nap múlva visszajött, vagy 100 napra visszajött még, és a Elba. Elbán volt. Igen, Elba. Elbaszott dolog volt oda vinni. De komolyan egy csónakkal átevezett, és a hadseregek, akiket küldött ellene a 16. Lajos, a 18-dik. A 16-at végezték ki, igen, a 18-dik Lajos. A 17-dik meg a gyerek volt, aki eltűnt, és a 18-dik volt. Igazad van. 18-dik Lajos küldött ellene csapatokat, de és egyenként álltak át. De olyan, hogy nem volt, tehát megérkeztek a Napóleon ellen küldött csapatok, és a tábornok az odaállt a Napóleon elé, és azt mondta, hogy felség, bocsásson meg, és felajánlom a kardomat és az osztagomat. Nem így volt, először lövetni akart, és mondja, és előment Napóleon, és azt mondta, hogy tessék, akkor lőjetek a császárotokra. És a katonák bazd meg letették a fegyvert, és akkor a tábornok beszart, és utána ment oda Napóleonhoz. Tehát ez a izé. Ja. Ugyanezt megcsinálta egyébként 56-ban a Marosán. A Marosán kiállt 56... Napóleon. Hasonló sztori a történelemből, 56-ban. De Marosán az egy ilyen kibaszott karizmatikus, meg kibaszott tökös csávó volt. És 56-ban, ugye a felkelők, vagy forradalmárok, most hívjad, ahogy mindenkinek tetszik, mindegy, mert hívjak forradalomnak, azok ott éppen ki akarták szedni, ki akarták hozni a házból a Marosánt, hogy így fölkössék. És a Marosán meg nem várta meg, amíg bemennek érte, hanem így ő jött ki. És így kijött egyetlen egy izé nélkül, egyetlen, nem volt a kezében fegyver, és egy csomó fegyver volt be az meg a izé a tömegnél.
Hát itt tele voltak fegyverezve. És kiállt a Marosán, és így kiállt előjük, és így azt mondta, hogy nem szégyellitek a pofátokat? A szarból kapartalak ki titeket! Akkor lőjetek! És nem volt egyetlen egy se baszki, aki a Marosánra mert volna lőni. Mert bazd meg így, úgy voltak vele, hogy de most lelőhetni, most bármelyik lelőhetni. És nem volt egy, amelyik lemerte volna lőni. Ez megvan a izének a vége. A négy napot. Nincs bocsánatnak a vége. Az kurva jó, persze. Na, nincs bocsánatnak a vége, ugyanez. Ott van a csávó. Le tudnád lőni. És nem tudod, és nem veszed. Tehát nem veszed a bátorságot, baszki. Ez így egyszerűen nem. Ez Clint Eastwood film. Az a Clint Eastwood filmnek a vége. Clint Eastwood vagy utolsó western filmjének a vége. A westernen leszámoló western. Igen. Hogy így nem tudják, nem tud lőni, nem mer rá lőni, mert ha esetleg elbassza, akkor meghal. És így, inkább nem vállalod a kockázatot. És így ez egy olyan szituációban az meg, hogy így lőni kéne, most mit csinálsz? Hogy ránk se, azt akartam mondani, és ránk se merjetek lőni, és nem is mernétek, ez volt az apu, azért iszik. Már nagyon szomjas, apu már nagyon szomjas. Már kurvára húgyoznom kell, már nagyon húgyoznom kell, az meg. Ha mindig szomjas vagyok, anyuka! Jó éjszakát! Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát!